Egy fiatal, agilis és ötletekkel teli polgármester irányítja Tiszasas mindennapjait. Gyói Gábor agrármérnökként végzett, így a kétkezi munka sem áll messze tőle. A falu határában még a gyengébb minőségű földet is igyekszik hasznosítani, méghozzá energiaültetvény formájában. Az érdekesség az, hogy kiderült, hogy ez a dísznád, ez kiválóan termeszthető energiai céllal, nagyon komoly kalóriaértékkel bíró brikettet lehet belőle készíteni. Mi erre használjuk, és nagyon komoly biomasszát tud hektáronként teremni. Rossz állapotban lévő műhelyi épület volt, amit igazából az önkormányzat semmire nem használt, és előzőleg ipari célokat szolgálta az épület, tésztagyár volt, illetve tejcsarnok. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy mi is valami ipari célra fogjuk felhasználni, és hát elkezdtünk itt berendezni egy brikettüzemet. A próbaüzemen már túl vagyunk, és ez a próbaüzem hál' Istennek visszaigazolta azokat a számításokat és terveket, amit a NAT feldolgozásával kapcsolatban gondolunk. Ez itt mellettem egy brikettáló gép lesz, és ez fogja azt a brikettet biztosítani számunkra, amely majd az intézmények fűtését fogja szolgálni. Ez a brikett éppen fűrészporból készült, de látható, hogy nagyon szépen keményre össze van préselve. A fűtőértéke kiváló, a nedvességtartalma rendkívül alacsony. Hát ez a próbagyártásunknak az egyik terméke, és hát teljesen ugyanígy fog kinézni a NAT-ból készült brikett is az összetömörítés után. Nyilván a tömörítésnek az a legfőbb célja, hogy az egyébként hihetetlen térfogatot elfoglaló anyagot, kultúrát tömör állapotra hozzuk, hogy elégethető legyen. Az energiaültetvény és a próbaüzemen átesett brikettgyár mellett az újratanulok program keretében az önkormányzati területeken mezőgazdasági munka is zajlik Tiszasason. Mindjárt szólok Tominak is, hogy a lelkivilágát úgy készítse, hogy a fiúk, a belvizesek is jönnek oda. Egész társaság káposztáncát hova. Egy csapatban kell dolgozni, össze kell tartani a csapatnak, munkát ugyanúgy el kell végezni, mint a másik. Itten nem lehet az, hogy most én nem csinálom, mert éppen nem bírom, hanem oda kell állni és csinálni. Növényekről tanultunk, mélyebben egy kicsit, mint annak idején iskolákban, ápolásukról, érdekességeket, különlegességeket, itt meg most hasznosítjuk. Azt vettem észre, hogy érdekli őket, tehát szívesen tanulják ezt az egész mezőgazdaság, vagyis hát az zöldségtermesztést. És meg is lepődtem rajta, mert nem gondoltam, hogy ennyire fogja érdekelni őket, de érdekli őket, figyelnek, és kérdezgetnek is. Ha értelmes feladatokat adunk az embereknek, ha látják, hogy van annak értelme, amivel foglalkoznak, ha látják a kézzelfogható eredményét, akkor bizony a munkakedv is nagyobb, és a hozzáállás is megváltozik. Arra mindenképpen büszkék, hogy azok az az érték, amit ezzel előállítanak, az itt a faluban hasznosul. És azt hiszem, hogy erre nem csak hogy ők, hanem én is büszke lehetek.